Több éves hagyomány, hogy a Vöröskereszt hajdunállási területi szervezete karácsony előtt megajándékozza azokat a gyerekeket, akiknek a szülei nem tudnak karácsonyi ajándékot venni. Idén, december 18-ára esett ez a karácsonyi ünnepség, melyen egy kisdiák, Juhász Krisztina verse fogadta a gyerekeket és az őket kísérő tanárokat. Az épület egyik díszes szobájában, néves asztalon, egy szépen felültölésekkel teli koszorún állt négy gyertya. Bár szellő sem rezzent, templom magasság, és áhítat ült a szobában. A négy gyertya fényéből három csak pislákolva égett. Olyan nagy volt a csend körülöttük, hogy tisztán lehetett hallani, amit egymással beszélgettek. A vers után a meghívott tanulók várták a télapót, aki egyesével osztotta ki a Mikulás csomagokat, és akinek minden gyerekhez volt egy-egy kedves szava. Téged hogy szoktam beszélni? Így lesz, így fekete szemed van. Fekete Julianna, a fekete szemű, oda is írom. Téged hogy beszélnek? Jucika? Julika? Bátor? Bátor Julika, nem? Olyan kis ilyetek, vagy csak nem veszik ám ember Mikulás bácsi, jemet már máma kettőt érted. Tessék, hogy az egészséggel. Kedvenc tantárgya a tessék, nem? Erre az! Na melyik? A Mártárnyaktika. Az ünnepség zárásaként az ajándékoztás legizgalmasabb része a játékok kiválasztása következett. Megindító volt látni, hogy minden kis apró játék örömöt csal a gyerekek arcára. Néhányan nem bírták ki hazáig, és már az ünnepség alatt kipróbálták a választott játékot. Egy kifele távol! Horváth Ildikó Rita területi vezető elmondta, hogy mennyire fontos az ünnepség megrendezéséhez a támogatók és a lakosság adománya. Gyűjtést szerveztünk hajdunállás lakosság körében, illetve kifejezetten az általános iskolákban már november elején megkezdtük a gyűjtési akciónkat, és így az összegyűlt ajándékokat tudtuk a gyermekeknek a karácsonyfa alánk helyezni. 20 gyermeket tudtunk fogadni, ez a hajdunállás településen lévő 5 általános iskola tanulói. Tanárelnökénk segítségével választottuk ki a gyermekeket, akik eljöhettek és részesülhettek ezen a rendezvényen csomagban. Az ajándékok száma sajnos korlátozott volt, az iskolák több gyereket is tudnának küldeni egy-egy hasonló rendezvényre. Egyre több hátrányos helyzetű gyerek jár, ez így van a mi iskolánk esetében is. Az iskola utcán egyébként is csak alsó tagozatos gyerekek tanulnak, és látjuk a beérkező gyerekeknél, hogy el kell a segítség a tanév elején, de ilyenkor az ünnepek körül is egyre jobban, hiszen nagyon sok családhoz nem kerül sem karácsonyfa, de még főtétel sem. És ezeknek a gyerekeknek szeretnénk és családoknak egy kicsit segítséget nyújtani. Sokkal több gyereket is tudtunk volna erre az ünnepségre elkísérni, de a minimális létszám ezt leszorította, de az iskolai keretek között az osztályfőnökökkel karöltve ezt még tovább folytatjuk az iskolai karácsonyi ünnepségen keresztül. A szervezők bíznak benne, hogy az elmúlt évekhez hasonlóan még sok alkalommal meg tudják szervezni a karácsonyi ünnepséget, mert nekik a gyerekek öröme a köszönet. Mikor eljöttem, nem hittem volna, hogy ide jövök. Azt hittem, hogy csak valamiért. De amúgy sejtettem volna, hogy ide jövök. De ez nagyon jó meglepetés volt. Sajni néni azt mondta, hogy neki is egy jó meglepetés lesz. Hajni néni azt mondta, ruhátokat válogassunk. Én nem akartam, de mégis van. És hát játék, Orsival cseréltünk játékot, és láttam egy olyan fülest, aminek tépőzárasa ott a lába.